A Zempléni Gombász Egyesület szeptember 20-án és 21-én újra gombakiállítást szervezett Sárospatagon. Az élő gomba tálatot kiegészítette egy érdekes előadás is, melyet dr. Rimóci Imre professzor tartott a laska gombákról, töltséggombákról és pereszkékről. A nyilvános tanfolyami előadás első részét láthatják most nézőink. Most laskagombák csoportjával kell először megismerkedni, utána azután a töltsérgombákkal fogunk majd ismerkedni, és ezt követi a pereszkékhez közel álló különböző fán élő tuskógombák, szegfűgombák, kígyógombák, tehát van miről beszélni, és ez persze van gyönyörű élő anyag. Most már laskagomba, még mindig ugye ez az őszi laskagomba, termesztett körülmények között látunk. Látjuk azt is, hogy valójában a gomba itt, és ez nagyon jól feltűnik, hogy a vegetatív teste, az önfenntartó teste a micélium tömeg, szalmát, fűrészport, bármit át tud szőni, amiben cellulóz és lignin van. Cellulóz és lignin van, mert hiszen ebből él a laskagomba, elsősorban a fa lignin tartalmát eszi ki, és ezért a laskagomba által korhasztott fa egy ilyen szennyes, szürkés, fehéres vatta csomóvá válik, a tölgyfa, bükfa, bele tudom nyomni az ujjamat, úgy felpuhul, mert hiszen a lignin, a ragasztóanyag a cellulószálak között az elfogy. Persze, hogy elfogy, mert a lignin nagyon sok nitrogén van, persze a gombának több kell, és ezért a gomba a szükséges nitrogén a teste felépítéséhez képes a légkör elemi nitrogén tartalmából fölvenni. Ritkaság, hogy erre egy ilyen élőlény alkalmas, hiszen tudjuk, hogy a növények nem képesek azt a nitrogént, azt a 70-71% nitrogént hasznosítani, ami körülöttünk van, nem például ugye nitrogén műtrágyát szórunk ki a növénynek. Hát a gombák közül nagyon sok ezt tudja hasznosítani. Tehát, ha a lignin és cellulózból táplálkozik, akkor neki bármi jó, ami ebből áll. Ezért nem csak a fa tuskó termeszthető, a fűrészporon termeszthető, hanem mint ahogy itt látjuk, szalma tömegből is. Persze, elő kell készíteni az anyagot, mert a szalmát sok minden más primitív gomba imádja, penészek, megelőzik a laskát, és akkor az egész bepenészedne. De olyan előkészít, tehát külön maga a gomba termesztése, a laskagomba termesztése, a kertészettudományi karon, a zöldségtermesztési tanulmányok során külön tananyag és külön intézet, a zöldség és gomba termesztési tanszék foglalkozik ezzel. Tehát meg a zöldségtermesztésen belül is a gombatermesztés egy külön speciális résztudomány, ami azért is fontos, ami is itt a laskánál maradva, hogy látjuk azt, hogy a erdészeti, mezőgazdasági, élelmiszer, gondoljunk például a lehántolt rizsnek a lehántolt maradványaira, vagy környezetvédelmi szempontból kikaparják a környezetszennyezést, kikaparják a tavat, ott van a sok nádhulladék, a gyékénynek a gyöktörzse, minden, kávézatszol, hát nálunk ez, de trópuson kávézatsz, például banánhéj, minden, sőt, Japánban az a papír, ami fából van, hát rossz minőségű papír, ami fából van, azt is föletetik, hogy úgy mondjam, idézőjelbe téve laskával, jó kérdés, hogy egy mázsa szalmából bizony 10-15 kiló laska is előállítható, vagy néha több. Na most, ha ez csak egy euróval adjuk el, kérdem én, tessenek már mondani olyan módszert, ami egy mázsa szalmából 10 eurót lehet csinálni.
Természetesen ez egészen másképpen csinálja, spórákkal szaporodik, és a spóra képzés miatt hozza létre a termőtestet. Nem azért, hogy ezt kirántsuk, vagy pörköltöt csináljunk belőle, hanem az, hogy minél több spórát hozzon. A spóraképzés felületen történik, mindjárt megnézzük, aztán beszéltek is róla, ilyen speciális, furcsa gomba fonalak végein keletkeznek a spórák, ami ivar jelleggel rendelkező szaporító sejt, nem ivar sejt, hanem ivar jelleggel rendelkező szaporító sejtek a spórák, és mert felületen keletkeznek, a többi gombánál is, amit eddig tetszettek látni, mindenütt arra törekszik a faj, hogy a felületet növelje. Felületet növelje. Ennek a laskának, vagy annak a csiperkének a felülete a lemezekkel együtt, az körülbelül 300-350 vagy 500-szor nagyobb felület a spóra képzésre, mintha összevetve azzal, mint ez a felület sima lenne. Sima lenne. Hát ugyanez van a laskánál is. Ezek a nagyon fontos, itt akkor mondom az, hogy a lemez. Nos, és hát olyan helyen kell hozni a spórát, ahol fény van. Miért? Mert az a szabadságot, a nyitottságot jelzi. Ezért termesztés során sok fény kell adni a gombának. A csiperkénél ez nincs meg, ott is kell fény, de hogy egy fény impulzus elég, ezért lehet pincébe termeszteni a csiperkét. Öngyilkos dolog egyébként, hogy ott is terem, a csiperkére nézve. De hogy szaporodik? Hogy szaporodik akkor? Hát pláne ugye a laska. A laska ugye a fát korhasztja, a fa belsejében is ott az üreg. Ott is hozhatna termőtestet, de minek? Hogy terjedne el a spórája? Sehogy se. Ezért csak ott alakulnak ilyen termőtestek, ahol megfelelő fény van. Ha nincs elég fény, akkor a tönk megnyúlik, és a kalapot a fény felé viszi. Ugyan az, ami fényszegény helyen a muskátli, nyúlik a nyomorult a fény felé, abnormális a hosszú levélnyelei lesznek. És mert hogy a kalapot tartani kell, ez rostosnak kell lenni. Na hát, ha valaki ilyen jó hosszú tönkkel, megnyúlt tönkű laskát vesz, az átkozza a pillanatot, amíg elhatározta, rágós a rostol, nem jó az egész, jó ízzen netán, de ki a fene rágja ezt a pörkölbe esett parafa dugót, és senki sem gondol arra, hogy hát ezt kellett a laskának megtenni ahhoz, hogy a kalapját a fény fele irányítsa. Egyébként, ha már ilyenhez jutunk, hosszú tönkű laskákhoz, akkor célszerű ezt a tönköt levágni, vékonyra szeretelni, megszárítani, és egy közösséges kávé darálóba, persze nem kávé, ne legyen azért kávészagú, vagy ilyen mixerbe, porrá őrülni egy kitűnő, finom fűszerező port, állítható ebből elő, de ha a pörkölbe belevágjuk, akkor aztán az egész tulajdonképpen nagy értékét veszti. Miért hoztam be itt hirtelen a kucsmagombát, méghozzá az ízletes kucsmagombát? Nem azért, mert az őszi laskagomba tavasszal is előfordulhat, egyébként ez más ősszel termő gombáknál is előfordul. Hogy? Azért gondoljunk bele, ősz, október, november közepe, vége, hát, hőmérséklet, páratartalom, bár nézzük, teljesen azonos egy március elejével, vagy március közepével, és akkor, ha a micéliumba maradt erő termőtestképzése, maradt, mert nem tudta kiteremni magát, mert mitől hirtelen rájött a mínusz 7-8 fok, akkor tavasszal kitermi magát. És akkor ezért látjuk az őszi laskagombát tavasszal. Nem téveszti össze a naptárt, de neki a naptár nem a lapokból, hanem a hőmérsékletből, csapadék, páratartalomból áll. Az előzőek alapján, mert hogy úgy hozza a spóráit, hogy tetszettek látni, gombafonál, és arról azon a négy spóra, rendkívül erősen különbözik ettől a kitűnő ehető gombától, aminek a termesztése most, a termesztésének megoldásán most dolgoznak a tudósok. Én gondolom, egy pár év múlva ez a kucsmagomba is termeszthető lesz.
ő egészen másképpen csinálja a kutyvagomba. Ha ennek a kucsmának a felszínéből egy kaparékot csinálok, ha nézzük csak a következőképpen, ezt látjuk, gombafonalak, amelyeknek a nagy része meddő, és azért még marad, termő is, és a gombafonálban keletkeznek nyolcasával a spórák. Tehát ezek nem kívül a gombafonál végén, mert bunkon, bazidiumon keletkeznek, azért nevezik ezeket mind már bazidiumos gombáknak, ezek tömlős gombák, de azt hiszem, hogy amikor erről szó volt, említették, hogy mi a bazidium meg a tömlős, hát itt látjuk, de nem tudom, hogy tetszetek ezt nézni, ezeket a részben, majd nagy rész eredeti fotókon, tehát így néz ki, ilyen alapvető különbségek vannak a két, tehát egyáltalán nem két gomba között, ami egyáltalán nagyon-nagyon távoli rokonok, ha egyáltalán ilyen szót szabad használni, de inkább nem. Itt is persze a nyolc spórából nem látni rajtuk, négy női, négy himivar jellegű. Hát erre mondják azt, hogy homolyos spóra, kívül azonosnak látszik, de belülről nagyon határozott ivari elkülönés mutatható ki, ugyanúgy, mint a laska gombának a négy spór elkülönés, kettő női, kettőim, hogy ebből most melyik női, melyik nem tudok oda mutatni, mondom, mert ezt akkor kellene látni, és akkor tudjuk meg, amikor ezek a ivar jellege rendelkező szaporító sejtek megint kikerülnek, és akkor, mikor jön a tavasz, márciusba, áprilisba ivarszervet képeznek, egymásé lesznek, nagy szexit, és akkor jön a termőtest, a szerelem gyümölcse, homolyos forrán, és van így az ember, ugye, amikor az utcán megy, akkor is néha adódik, megy előtt egy pár, ha kíváncsi, hogy melyik a fiú, melyik a lány, akkor meg kell előzni. Vagy igaz? Tehát igazán elfogadható, hogy a gombáknál is ez így működik. Így is működik. Menjünk tovább. Tehát termesztjük. A termesztés mi? Megfigyeli az ember, hogy hogyan csinálja a természet. Ahogy Madács írta, hogy majd és a vegykonyájába maga is megteszi, ugye? Mondja Lucifer, hogy milyen nagy dolog az embert előállítani. Na és? Hát majd. Majd aztán megfigyeli, meglesi, és vegykonyhájában megteszi. Na hát a termesztésnél is így van, az ember megfigyeli, és a kertjében, vegykonyhájában megteszi azt, hogy akkor és ott és úgy teremjen az a gyümölcs, az a virág, vagy az a gomba, ahogy az kell. Hát innentől kezdődik a növénytermesztés, az egész kultúra alapja, illetve a gomba termesztés is majdnem ilyen, nem annyira, de hát azért egy 4000 éves múlttal a gomba is rendelkezik. No, a laskának a termesztése ez nem olyan régi, még 100 évesnek sem mondható, extenzíve, tehát külső, van egy tuskónk a kertbe, azt gombafonállal beoltjuk, ott azon ott szétterjed a gombafonal és termőtestet hoz. Tehát a gombának teljesen mindegy, hogy most spontán véletlenül került rá, vagy pedig az ember tette rá. Menjünk tovább. Másféle faj is van a laskák nemzetségében. Talán itt a hegyek közelsége könnyebbé teszi ezt, hogy nyári laskával találkozzunk. Mert gyertyános tölgyesekben, bükkösökben, júliusban, augusztusban is lehet találni laskát. De azért az nem olyan, mint az őszi. Miben különbözik? Hát a színében nem olyan szürkés, kékes szürkétől barnás szürkéig, borzasztó változatos. Ez fehéres, drap, egészen világos, krémsárgás a kalapja. Egyébként a termetre teljesen ugyanaz. Abban különbözik, nem csak színében, hanem abban is különbözik ez a faj, ez a laska faj, hogy termőtes képzéséhez nem kell hideghatás. Az őszinek kell. Őszinek kell hideghatás, ennek nem. Tehát júliusban, augusztusban bőven terem. Lágyabb, nem olyan rostos a tönkje meg a kalapja. Ez jó dolog, ha én ma találom délelőtt, és este megcsinálom, de rossz dolog akkor, ha ezt piacra akarom vinni.
Hát annak a terméknek piacosnak is kell lenni, és az nem biztos, hogy a piacosság azt jelenti, hogy mindig jó is legyen. Azért ezért eszünk ugye narancsot, olyat, amilyet, és ha kimegyünk valahova Szicíliába, és bemegyünk egy narancsligetbe, leveszek egy narancsot, teljesen más ízű. Vagy próbáljon meg, mit tudom én, Ecuadorba egy banánt levenni a fára és megkóstolni, teljesen más, ugye más a piaci érettség, és más az igazi jó érettség. No mindegy, ezt ugye tapasztaljuk a laskáknál is. Minden esetre arra jó, hogy ezt a hideghatást mellőző tulajdonságát kihasználjuk kertbe, ha ebben oltunk be fát, akkor adódhat az, hogy július végétől egészen decemberig, az enyhe telek napjaig, tél napjaig laskával tudjuk ellátni a konyhát. Hát nem minden nap, nem is jó minden nap azt tenni, minek megunná az ember, de folyamatosan azért a konyhára jöhet. Következő képen pedig, hogy azért valami szín is legyen, az elestönkű laskát látjuk, amelynek természete az, hogy szilfák, nagy részt, 90%-ban szilfák törzsét korhasztja. Imádja a szilfát. Na most a baja az, hogy a szilfa nem mindenütt van Magyarországon. Alapvetően szilfa a nagy folyók menti úgynevezett galéria erdőkben van, Európa szerte. Na most ezeket a folyamszabályozások megszüntették, kivágták, levágták, nincs. Ami megmaradt a szilfavész, elvitte el egy betegség. Van szilfánk, ugye tudjuk létre, és emiatt aztán miután az alapanyag megfogyatkozott, így a gomba is megfogyatkozott. Holott egy nagyon szép, halvány, krémsárga gomba, ennél intenzívebb színe is lehet. És érdekessége, ezen a képen nem nagyon látszik, de talán itt hagy hitessem el, hogy a lemez lefut egészen a tönk aljáig, és a tönk felületén úgy mondják, anasztomizál. Tehát, mint a váltók előtt a sinek, úgy egymásba átmennek, áthúzódnak, ilyen villásszerkezet jön létre, eres ráncos villásszerkezet jön létre, egymásba áthúzódnak, és úgy simulnak bele a tönk aljába a lemezek. Hát ilyet nem csinálnak a többiek. Az ördögszekér laskagombát látjuk itt, ami mindig ördögszekér, az Eryngium campestre, a mezei ördögszekér körül fordul elő. Ez az ördögszekér, ez egy ernyős virágzatú mezei növény, vastag karógyökere van, olyan vastag, mint a tormának a gyökere. Egyébként ez ernyős virágzatú, mint mondom, tehát a sárgarépának, fehérrépának, meg egyebeknek a rokona, és évelő. Ennek a növénynek azt a réten, pusztában tapasztalható a gyakori aszályos időt is ki kell, hogy is mondjam, át kell élnie, és ezért biztos, ami biztos, vastag karógyökeren fejleszt. A karógyökér felszíne mindig parásodik, a para elrohad, és ezen a korhadó kérgen él az ördögszekér gomba fonálzata. Tehát nem bírja a fát. Túl kemény neki a fa. Ennek az élelő látszágú növény, mondom, karó gyökerének a felszínén nem magát az élő növény nem tudja bántani, tehát nem parazita, hanem hát egyszerűen tudni, hogy a fás növények gyökerei is épp olyan vastag kérget hoznak létre, mint a törzse. Igaz? Hát ez persze ugye lágyat, meg nem olyan szerkezetű, de ennek a gombának nagyon jó. A tölcsérgombák nemzetsége, és ez a mezei tölcsérgomba. Mezei tölcsérgomba, mert valóban mezőn, itt éppen a mezőre telepített akácos szélén termet az avarban. Kérem, a tölcsérgombák ilyen avar, korhadék lakó fajok, amelyek egész évben tehát megteremnek, a hajzat az rendelkezésükre áll,
többnyire kistermetű, ritkán nagy vagy nagyon nagy termetű gomba, a tölcsérgomba nagyon nem álltak sorba a színér, mert legtöbb ilyen fehér, fehéres, fehéres szürke drap, egy-két élénkebb színű tölcsérgomba van a csoport, de egyébként a nevüket valóban a tölcséresedő kalapról kapták. Ennek megfelelően, hogy a kalap bemélyed, a lemezek előbb-utóbb többé-kevésbé lefutóak a tönkön, és többnyire sűrű, nagyon sűrű lemezük van a tölcsérgombáknak, és mert a pereszkefélék családjába tartozik, gondoljuk meg, a pereszkék mind világos spórások. Ebben az egész családra csak egyetlen közös sajátság húzható, a fehér, vagy de legalábbis világos spóra. No, hát ennek megfelelnek a tölcsérgombák is. Egyébként aztán semmi más, de aztán majd fogjuk látni, hogy néha gond van, hogy most tölcsérgomba, vagy pereszke. Gondoljunk például a lila tölcsérpereszkére, a magyar nevében is benne van az, hogy tölcséresedik, és lila, tehát nem pereszke, nem igazán pereszke, de most nem menjünk bele. Maradjunk a tölcsérgombáknál. Kérem, mert sok faj van, és sokfele egész évben, ismerni kell, legalábbis fölismerni őket. Miért? Mert ezek többsége mérgező. Méghozzá súlyosan mérgező, a gyilkos galócához hasonló mérgezést okoznak, ha nem is olyan tragikus kimenetelű, azért, mert részben más méreganyag van, mert részben kevesebb méreganyag van, de főleg azért, mert a csiperké, mert ezek a tölcsérgombák, ezek kicsik. Tehát nem tudnak belőle annyit szedni sok esetben és enni, mint a gyilkos galócából. A gyilkos galócából egy pár példány látom itt is, itt van. Hát ez már megéri, hát itt van ez, a pár deka. Kellemes, egy kicsit édeskés az illata, de olyan, mint a föld kukoricáját. Tulajdonképpen nem is olyan rossz ez, és tényleg, hát szép, nagy, hát mit tudom én, egy vacsorára beletesz egyet-kettőt az ember a tojás alá, vagy a húson, de éppen elég is lesz zarumának, nem is kell belőle több. Ugye? Véli az illető, mert ugye nem piros és fehér pettyes, tehát biztos nem mérgező gomba, na hát akkor jöhet. És nagyon finom. Na hát kitűnő, még a gyilkos galóca, minden gyilkos galóca mérgezett, mondja, hogy a tíz ujját megnyalta, olyan finom volt, ilyen finomat régen evett. Na most a hála a jó Istennek, hogy ez a tölcsérgombára nem mondható el, mert ezek ízetlenek, legfeljebb ilyen fűízű meg ilyesmi. Miért jelentenek mégis veszélyt? Kérem, az utóbbi 60 év statisztikája azt mutatja, hogy az emberek öngyilkossági szándékkal nem szednek és nem esznek gombát. Pedig mi piszok jók vagyunk ám, ugye, öngyilkosságban nagyon jó, európai, egészen jó, egészen elől vagyunk, úgyhogy csak nem vezetünk öngyilkosságban, de ennek ellenére a gomba, mint eszköz, ez nem jön be. Tehát, aki gombamérgezésre kerül intenzív belgyógyászatra, az nem mérges gombát gyűjtött. Legalábbis ő elképzelése szerint. Az, hogy valóban mérges gombát evett, az egy dolog, de nem mérges. Hát akkor itt van ez a mérgező mezei tölcsérgomba. Minek gyűjtik ezt be? Hát lássuk, minek gyűjtik be. Következőképpen, ez még mindig egy mezei tölcsérgombának van egy változata, ami kisebb, mint a mezei tölcsérgomba, könnyebb, gyöngébb, ezért a tönkje sokszor meg is hajlik, és ez is ott él a mezőn. Ott él a gyepben, a legelő gyepjében, vagy pedig a hosszabb ideje parlagon hagyott földterületeken, ez a parlagi tölcsérgomba.
Egyes szerzők szerint ez a kettő tulajdonképpen csak változat, más szerint, és éppen Bós Gábor Magyarország legnagyobb gomba tudósa, sajnos pár éve meghalt, szerint inkább önálló fajnak tekinthető. Nos, most ebben ne menjünk be, lényeg az, hogy ott van a rét. És kérem, kimegy a rétre gombát gyűjteni a jó ember, és beszed, miért megy ki? Szegfűgombáért megy ki. Szegfűgombáért megy ki, és szedi a szegfűgombát, és közben a szegfűgomba közé keveredik a mezei, és még inkább a paragi tölcsérgomba. A szegfűgomba nálunk egy nagyon nagy mennyiségben gyűjtött gomba, külföldön nem iszik el. Azért, mit magyarok eszik a szegfűgombát? Hát azt a pici vackot, hát itt meg ott meg amott lehet találni. Hát minek az, mikor van a vargánya van mindenütt, meg nagy galambgombák, meg rókagomba, mindenütt. Mindenütt? Mindenütt, de nem a pusztán, nem az Alföldön. Magyarországnak nagyobb része Alföld, ahol nincs vargánya, nincs rókagomba. Miért nincs? Mert nincs fapartner, tehát nincs. Hegyvidékeinken van akkor, amikor azt annyi. Viszont ott van egész évben a mezőn, a réten, a legelőn a szegfűgomba, amelyet néha fél óra alatt tényleg egy kosárra lehet gyűjteni. Fölülről nézve a két gomba között semmi különbség nincs lényeges. Fölülről semmi. De ha megfordítjuk, akkor sűrű lemeze van a tölcsérgombának, ritka lemeze van a szegfűgombának. A tölcsérgombának a tönkje megrodjan, vagy ha mezei tölcsérgomba, akkor egy kicsit stabilabb, de törik. A szegfűgomba tönkjére, gondolom, talán próbálták játékból, csomót lehet kötni. Pláne egy kicsit kiszikkat. Nem tudom széttájtni, csomót lehet rá kötni. Erre nem lehet csomót kötni. Azután a szegfűgombának van egy illata, nem véletlen fűszer. Ennek semmi illata nincs, nagyon erőszakosodok vele, szétdörzsölöm, akkor ilyen fűilla, fűszag, vagy tulajdonképpen nem kellemetlen, egy ilyen semmi, ilyen kicsit fűszagú, vagy mintha füvet nyomtam volna szét, tehát különösebben semmi. És hát bizony, ezek együtt, egy időben, egy helyen teremnek. Na hát ezzel a szegfűgombával. Most lássuk újból a szegfűgombát, mehetünk tovább. Tessék, ez még mindig a parlagi tölcsérgomba. Jó, itt van, amit mondtam. Ritka lemez, felkanyarodó lemez. Ez egy kicsit lefut, legalábbis próbál lefutni a tölcsérgomba. Ez felkanyarodik. És ritka, merev tönk, amely egy kicsit meglágyul, akkor is annyira rostos, hogy csomót lehet rá kötni. És ez az illata. Menjünk tovább. A következő képen egy kicsit sötétebb gombát látunk itt, megint csak a szegfűgomba, de tessék megnézni, görbül a tönk? Aha, ez pontosan úgy görbül ez a tönk, mint a tölcsérgombáig. Tölcsérgomba lehet? Tölcséresedik? Egy picit akár. De ritka a lemez is, felkanyarodik. Tökéletes ismertető. Ez nem vagy, ha akarom, vemhes akarom, nem. Ezek nagyon jól meghatározható lényegi különbségek. Ha ott van egy ruhás kosárnyi szegfűgomba, akkor egyenként is külön-külön meg kell nézni, mert mondom, néhány példány is sűrűs mérgezéstől, egy példány is mérgezést okozhat.